Megható és egyben megosztó történettel folytatjuk tovább a Mokkát. Egy amerikai nő annak tudatában szülte meg gyermekét, hogy tisztában volt azzal, hogy életképtelen lesz. Ennek ellenére ragaszkodott hozzá, mert elhatározta, hogy lánya szerveit felajánlja donornak. Az anya végül csupán 15 órát tölthet egy gyermekével. Az esetről Szalamanov Zsuzsával, a transzplantációs alapítvány elnökével és dr. Ablonczi László gyermekkardiológus főorvossal beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Önöknek mi a véleménye erről, ami történt, erről az esetről? Én, mint magam is transzplantált vagyok, és nagyon sok transzplantált családdal, gyerekkel és a családjukkal foglalkozik az alapítványunk. Ön 22 éves, tehát vesetranszplantáció. Igen, igen, és most már 15 éve kifejezetten gyerekek, transzplantált és transzplantációra váró gyerekek és a családjuk rehabilitációjával foglalkozunk, és látom azt, hogy mennyi szenvedésen mennek keresztül, és milyen nagy dolog, amikor sikerül időben donort kapni és transzplantálni a gyereket, és milyen tragédia az, amikor ez nem sikerül. Én nagyon nagyra becsülöm ezt az édesanyját, aki ezt megtett, minden tiszteletem az övé. Jó pár évvel ezelőtt volt egy amerikai film, ami ez a történet volt egyébként, és lehet, hogy az édesanyja innen kapta az ihletet arra, hogy ő ezt megtegye. De nagyon szép film volt, párhuzamosan mutatott két családot, az egyikben egy kisfiút, aki szívbeteg volt, úgy született, és folyamatosan mutattak, hogy egyre rosszabb állapotba kerül, és egy másik család, ahol megállapították a terhesség, azt hiszem, szintén második trimeszterében, hogy az élettel összeegyeztethetetlen beteg gyerek van, vagy sérült magzatot hord az édesanyja, és nem engedte elvenni a gyereket, hanem megszülte, hogy donor lehessen, és mutatták, hogy a kisfiú, aki a szívre vár, és a szülés, és végül összejöttett egy ilyen nagyon pozitív. Az is állítólag valóságos alapja volt, és én gondolom, gyanítom, hogy lehet, hogy az édesanyja ezt látta. Le a kalappal előtte, én határtalanul becsülöm ezt. Én is így gondolom egyébként, de Magyarországon ez például lehetséges lenne? Ez azért nagyon bonyolult etikai és jogi kérdés, annak ellenére, hogy valóban az a magatartás, amit a háttérben áll, az nagyon üdvözítő, és Magyarországon sem áll az általános mentalitástól ezt távol. Tehát a donáció, a gyerekkori donáció is tulajdonképpen régóta elfogadott tény Magyarországon, tehát nem áll távol. A jogi szabályozás azonban azt mondja, hogy jelenleg agyhalottból lehet eltávolítani szerveket, és szívhalottból nem. Ez azért érdekes, mert ugye az agyhalálnak szigorú jogi kritériumai vannak, amit mindig értékel, egy orvosi szakmai szabályok szerint kell értékelni. Mi a különbség? Bocsásson meg, tehát értsük. Ugye a szívhalálban hal meg az emberek döntő többsége, tehát amikor a keringésünk leáll, akkor a szerveink nem kapnak elég oxigént, és oxigénhiányos állapotban tulajdonképpen bekövetkezik a halál. És nem lehet újraéleszteni, ugye? Újraéleszteni lehet, hogyha a szívet újra működésbe tudjuk hozni, ugye nem ritkán történik újraélesztés, de hogyha ez végleges, akkor szívhalálban elveszítjük magunkat, és tulajdonképpen a halál definíciója az vagy szívhalál, vagy agyhalál. És ettől teljesen külön áll azok a ritka esetek, amikor az agy végérvényesen minden funkciában elveszti tulajdonképpen a működését, ezt hívjuk agyhalálnak. Most azért érdekes ez az eset, mert, és hát Magyarországon is volt erre egyszer már példa, hogy Anenke Fál gyereknek tulajdonképpen felajánlás történt, vagy felajánlási kérdés történt Magyarországon, mert az Anenke Fál gyerekeknek az agykérgi tevékenység az hiányzik, ugye hiányzik az agykéreg, de az agy alapnak a bizonyos működései megvannak, ezért egy Anenke Fál érdekes módon extrém ritkán lesz agyhalott. És mivel Magyarországon csak agyhalottból lehet eltávolítani szervet, ezért annak a valószínűsége, hogy valaki anenkefálként donorrá váljon, a jelenlegi jogi szabályozások szerint nem nagyon valószínű. Az a baj egyébként, hogy a jognak nyilvánvalóan szabályoznia kell ezeket a transzplantációs kérdéseket, hiszen nem lehet ezt hasonlítésszerűen megtenni, de picit túlszabályozottnak érzem, vagy egy picit szigorúnak érzem, lehet, hogy nincs nekem igazam, és orvosilag nem alátámasztható, amit én mondok. Önnek mi a véleménye? Én úgy érzem, hogy egy ilyen esetben, ez nyilván nem egy mindennapos eset, ez egy nagyon ritka eset. Persze. Azért.
lehetne egyedi megoldást találni. Tehát legyen a szabály pont, valóban pont az, van, hogy... A jog pont azért van, és az etikai szabályok is pont azért vannak, hogy betartsunk, és ne lehessen egyedi megoldásokat találni, hanem általános szabályok szerint éljük az életünket. Igen, csak amikor egy élettel össze nem egyeztethető gyermeket hozunk a világra, tehát tudják az orvosok, mindenki tudja, hogy ez a gyerek egy napig, öt napig, tíz napig fog élni, akkor lehet, hogy egy eutanázia emberségesebb lenne, és így lehetne talán. Mondjuk akkor se agyhalott lesz, igen. Igen, én inkább a másik oldalról fogalmaznám el a kérdést, hogy a szívhalottból történő donáció kérdése az olyan szinten jelen van most a közéletben, hogy bizonyos országok, Amerika Egyesült Államok, Ausztrália és Európán belül is kezd ez feloldódni, ez a szabály. Ezek megengedik a szívhalottból történő szervek eltávolítását, és a transzplantáció szakma Magyarországon is ezekkel a kérdésekkel aktuálisan egy éve foglalkozik. Tehát, ön találkozott egyébként már ilyen esettel Magyarországon? Magyarországon, mivel a jog nem engedi meg a szívhalottból történő szerv eltávolítást, ezért nincs ilyen eset. Mármint felajánlás lehet, vagy gondolat lehet, de a jogi szabályozás küszöbön áll tulajdonképpen, tehát elképzelhető, hogy ez a kérdés, ami most Magyarországon jelenleg szakmailag nem körülírt, jogilag nem szabályozott, ez a közeljövőben lehetségessé válik. Önök lobbiznának ezért? Tehát szeretnék, hogyha ez létrejönne? Külön kell válni, kicsit ugye beszélgethetünk az eutanáziáról, de ez messzire vezet. Én szakember, mi csak laikusként állunk hozzá ehhez a témához. Mi, akik azt szeretnénk, hogy minél több ember jusson szervhez és szervátültetéshez, mi persze, hogy lobbiznánk ezért, egy orvos biztos, hogy ezt a transzplantáció szakma támogatja. Tehát a transzplantáció szakma támogatja azt, hogy szívhalottban történő szerv donáció vagy transzplantációs célú felhasználás az lehetségessé váljon, és az lehetségessé és fog valószínűleg válni. Ez egy folyamat, ami az Európai Unión belül minden országban előkészítés alatt van. Azért, mert az ausztrál példa mutatja, hogy a rengeteg ember megmenthető, a mi szakmánkban, tehát a kardiológián belül rengeteg donáció történik szívhalottból Ausztráliában nagyon sikeresen, csak szigorúan meg kell húzni a feltételeit. Tehát ugyanúgy, mint az agyhalálnak a szabályozása igen szigorú, a szívhalálnál történő szerv ugyanúgy szigorúnak kell lenni, és akkor ilyen esetek nem egyedi mérlegeléssel, hanem jogi keretek között szabályozhatóvá válnak. Nagyon előremutató volt a beszélgetés. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Köszönjük.